Halli, halli. Hello. Ja. Na, akkor most itt ülünk nyitott Kenopival. Elsőként a Kenopinak ezt a kis, a jobb kezednél található lock neutral, izé, lower levelét magad felé húzod. Leesik így félig a Kenopi, most így hagyjuk egyelőre. Jobb klikkel. Így van, hát ez csak rájön. Szólj, hogyha check. Megvan. Jó, gázkart nullára, és van egy kis piros pötty a combod meg a gázkar között, azt megnyomod, hogy leugrik teljesen idle alá. Ez az engine shutdown button? Így van. És azt ne is tesztelj utána menet közben, igen, nem mozgass meg. Jó, lenyomtam. Lenyomtad. Hibajelző panel megvan? Jobb térdednél. Jobb térdemnél, gondolom igen. Jó, main battery switch, piros kapcsolód felállásba, tehát M, az M az mindig a marché, az a működés franciául, ugye, a felállásba teszed, fények megjelennek, stb. Tehát igen, látod a dolgokat. Van. Jó, ahol van az INS panel, tehát ahol van a numpad, ott látod az alatt, a panel alatt. Igen. Attól van jobbra három kapcsoló, e fölött található az emergency kompassz egyébként, amit itt le tudsz nyitogatni, hogyha majd kell, de most egyedül ez nem fontos. A három kapcsolót kell fölállásba állítanunk. Az egyik az a hidraulika, emergency hydraulic, így van. Az audio warning, elkezd sipolni. Itt a bal felső sarokban a pannét megnyomod, ott a HUD alatt. Jó, és akkor a harmadik az meg a pitot fűtés. Ezt nem tudom miért kéri folyamatosan, de ez valamiért kell neki, nem tudom. Tehát elméletek ugye melegben. Hát, mégis csak egy szuperszonikus van ezt a tudogit. Hát na jó, oké, de túl meleg. Biztos iskola között. Nem biztos, csak iskola közözni mész fel, de hát azért... És az normális, hogyha a pitot csőnél lecsukodik az a piros... Igen, az a normális, így jó, van. Okay, jó, a jobb oldali combcsontod mellett, itt van egy kézifék, az behúzod. Megvan? Nincs. Teljesen a széknek a jobb oldali. Ja, megvan. Oké, okay, na most itt a kézifék előtt van egy ilyen panel, ahol vannak ilyen piros vizével lezárt cuccumok. Szivargyújtó. Igen, az a szivargyújtó. Na ott amellett van az a Pompes BP, tehát az a üzemanyag pumpák, mind a kettőt jobb állásba kapcsolod. A G meg a D az a G az a bal, az a Gaussé, a D az a Draa, az a jobb. Mind a kettőt marsére állítod. Várjál, kézifék, megvan a szivargyújtó kupak, és... Attól jobbra Pompes valami. Ugye a besülyeztett részben. Besülyeztett részben, így van. Itt van ilyen, hogy start fuel pump switch. Az kell? Az is kell majd, igen. Tehát, de most egyelőre attól jobbra lévő két kapcsolót. Oké, megvan. Oké, az alatta lévő cross, vagy ez a fuel, na, mi az? Cut-off switch cover. Cut-off lever, vagy nem lever, hanem ilyen... Full cut-off switch cover. Az, na, azt zárd le, tehát azt is jobb állásba teszed. Igen. És akkor most kinyitod a piros szivargyújtókupakot, ami majd meglöki azt a kapcsolót, és elindítja az üzemanyag kupát. És rájön, azt nem akartok az imrán. Most nem. És megnyomod a gombot, az majd külön lesz. Megnyomod a gombot, és elméletileg fölhangzik a susogás. És megnyomom a piros gombot? Igen. És a háttól jobbra, alatt az RVR-től jobbra. Hello. Igen, az RVR-től jobbra megindul a mutató. Már megint nem nyomtam a gombot, úgy pofáztam, bocs. És akkor most egy picit előre tolod a gázkart, és visszahúzod nullára. Hogy idle-be visszaugorjon. És indul a hajtómű. És a pannét meg lenyomod a veszélyjelzőt. A Kenopit, van valahol ami... Van valami óra fordulatszámjelző, vagy ami, ahol tudom igen, elérni. Igen, az RVR-től jobbra. Aha. Látom, ott meg fölfelé. Igen, igen, forog felfelé. 50. Pontosan, na most üst ki azt a kis csokot, ami tartja azért a Kenopit, lepottyan a Kenopi, és akkor előre tolod azt a piros kart, amivel leengedted, és akkor lehermetizálod. Igen, megvan elvileg. Oké, na, következő dolog. Ellenőrizni kell az FBV, tehát fly-by-wire rendszert, meg az autopilótát, mindig egy ilyen tesztet kell rajta futtatni indításkor, ami ahol van a kézifékkar, meg ahol kapcsolgattuk az üzemanyagpumpákat, az a kajak az átellenes oldalon van, ilyen piros kupakos kapcsolók, négy darabot látsz, ugye?
Igen. És látod a piros ledet, meg a zöld, vagy ilyen kockát. Igen, igen. Na, ott igen. Mellette van kettő, teszt felirat, azt mind a kettőt kinyitod, és marsé-ra állítod, elkezd sipolni, azt lenyomod majd a riasztást, marsé meg L, az nem tudom mi a szart jelent, de az is ilyen tesztelés. És akkor visszakapcsolod majd mind a kettőt, vagy lezárod a kupakot, hogy a zöldre kidullad. Kicsit gyors vagy, tehát kinyitottam a piros kupakokat. Igen, és akkor a fal felé billented mind a két kapcsolót. És pár másodpercre rá kigyullad a zöld. Értem. Ha kigyullad, akkor vissza lezárod. Akkor vissza lezárod, így van. Kigyullad. Jó, vissza lezárod. Gyakorlatilag a repülőgéped most menetképes, most már csak ilyen rendszereket kell felkapcsolgatnunk. A heads-up display az ott kapcsolod be, hogy alatta van ez a pred felirat, meg itt, ahol lehet állítani a gunsight-ot, meg ilyeneket, ez megvan? Igen, látom a pred feliratot. Na, a pred felirat alatt van egy kapcsoló, ami egy alulról van beépítve oda a panelba, azt magad felé billented egyel, mert az a normál állása, neki van még egy, ez a teszt. Igen, magam fele. Oké, okay, most működik a HUD, hogyha minden igaz. Igen. A heads down display, az pedig ami a radar, az itt a botkormány előtt van, és annak meg a jobb alsó sarkában van egy MA felirat, ugye hát a marsé-ra kell állítani az M-re. Tehát a botkormány alatt... Nem, a botkormány fölött van az LCD, vagy ez a itt a CRT monitor, és akkor annak a jobb sarkába. Ja igen, és Marsé, M betű, oké. Okay. Marsé, így van, jó. Be kell kapcsolnunk a navigációt. Na, azt hogy mondjam. Ahol a jobb térded körülbelül, ahol van, attól jobbra vannak ilyen billenő kapcsolók, ami három állású, és négy darab van egymás mellett, meg egy ilyen tekerő, amin rengeteg programot ki tudsz választani. Ez a countermeasure systemed, az megvan? Ahol a térdem van. Ahol a térded van, attól jobbra. Térd. Jobb térded, attól jobbra. A VOR ILS meg a TAKAN fölött. Jó, egy pillanat. Oké. Okay. VOR ILS, igen, az fölött van. Ja, igen, igen, megvan. TAKAN. A fölött négy billenőkapcsoló, mind a négyet középső állásba helyezed. Ezzel bekapcsolod egyszer a countermeasure programodat, egyszer a rakétaindítás érzékelődet, egyszer az RVR-t, meg egyszer a jammert, tehát ez csak áram alá helyezés igazából. Értem, középen vannak. Igen, a jammered, azt nem kell most bekapcsolni, azt csak mondom, hogy ezektől balra van egy ilyen kis félkör, vagy ilyen félig kör, félig ilyen hegyes valami kis kapcsoló. Mi az RV-mogás selector switch? Így igen, van, EV mode selector switch, ilyen csepp alakú valóban. Ugye igen, a kikapcsolt állása neki, a négyzet az, amikor működik a jammered. A PCM az meg egy valami olyan módja neki, hogy átveszi a radar ernyő fölött is az irányítást, ez a szar, és akkor nem működik a radarod elméletileg, de a játékban működik. Tehát én ezt nem értem, vagy hogy a te radarod is zavarja olyankor. Valószínűleg nincs lemodellezve. Valószínűleg akkor. Szerintem se így van. Na, és ennek a jobb oldalán meg van az a tekerentyű, ahol ilyen programokat választhatsz 1-től 10-ig, azok már különböző jammer programok, erről bővebben találsz leírást a kneeboardon, hogy melyik program mit dob, meg hány darabot, meg ilyenek. Az automata az nem működik, tehát az A betű az a legelső, az még nem működik be, nincs implementálva. És olyasmi van benne, mint az A10C-ben, hogy ilyen személyautomata? Nincs, ezt mondom, hogy hát ez nincs. Bajban leszek, jó? Okay. Nem, ezt meg kell tanulni, hogy melyik mi, nagyjából aztán kész. Jó, na most ez csak félig van bekapcsolva, most még mindig nem tudsz cseffet meg feldobni. Itt bal oldalon, egészen magasan a háromszög a műszerfaladnak a sarkán, balra fönt van egy dobozka, ott az óra fölött. Megvan az? Igen, igen, ez a kis plusz doboz. Így van, egy kis plusz doboz. Pontosan, na az ECM vezér, vagy nem csak az ECM, hanem a countermeasure systemednek az ilyen kis külön kibe kapcsolója. Azt a piros kapcsolót, azt automatára állítod, a jobb alsó kapcsolóját meg PTF-re, hogy ez mit jelent, fingom sincs, de így minden irányba szór cseffet, flert, és sokkal okay. jobban eltéríti a rakétákat. Autó és PTF, oké. Okay. Igen, vigyázz, háromállású az autó kapcsoló. Az autó kapcsoló háromállású. Igen, megvan, tapasztaltam, köszönöm. Jó, mit nem kapcsoltunk még most közben, nekem is végig kell gondolnom, mert gyorsabban szoktam csinálni. Ja igen, most a szivargyújtót, ahol felkapcsoltad, azt lezárhatod, meg mellette a starter
pumpát is kikapcsolod, tehát baloldali állásba helyezed, a szivargyújtó felé kell, hogy álljon. Most már nem kell, hogyha megy a gép, akkor már ez fölösleges. Navigációt állítottatok? Nem, még nem, mindjárt bekapcsoljuk azt is. Tehát a starter pump az a szivargyújtó felé néz, így okay? Van, így van, oké. Okay. Na, most a starter pumpa fölött van egy panel, azok a világítások. Vagy hát nem, a gép orra felé haladunk, jó? Tehát az nekem mindig az a fölött, hogyha azt mondom, hogy fölött, akkor előbbre, azt jelenti. Oké, okay, oké. Okay. Ott vannak a világítások, az most nem érdekes nekünk. Ott van egy ilyen CF feliratú két sárga kapcsoló, azt látod? Igen. Na, a fölött, tehát attól előbbre van egy ilyen INS mód szelektor nevű cumó nekünk. Az A ellen állásba tudunk alignolni, de az most nekünk nem fontos, mert kikapcsoltuk az alignmentet, tehát az most be van alignolva nálunk. Ezt navra állítod. Akkor bekapcsolt a navigációs komputer ott jobb oldalon, vagy jobb oldalt elől, ugye, ott a hibajelző tábla alatt. Jobb oldalt a hibajelző, és azt hogy kéne látni, hogy bekapcsolt? Nullák világítanak rajta zölden. Igen, 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 a pedál fölött, igen. Igen, és akkor annak a tekerőjén meg... Nem, nem, nem a pedál fölött, nem, nem, az más. A hibajelző tablótól. Jó, hibajelző tabló. Jobb térdednél. Ja, és ott megjelent a 0-0 és 0-1. Így van, és az INS paraméter szelektort pedig L per G-be állítsad, akkor kiírja a mostani koordinátáidat. Ott a 0-0-nál 0-1, 0-1 alatt. Ja. Ott van egy tekerentyű, és azt L per G-be. Igen, megvan. Elvileg 43.2.06.22, ja, oké. Okay. Ja, azaz. Így van, az lesz az. Jó, most még mindig a hibajelző panelen a parkolót ugye azt jelzi nekünk, hogy be van húzva a kézifék, azt kiengedjük. A rádiókat meg a taxilightot még mindjárt bekapcsoljuk. Az a rádiópanel, na hogy mondjam, a landing gear, tudod, hogy hol van, ugye? Igen. A landing gear-től, igen, mondjad? Sem mondom, a gép hasa alatt bors poinkodott. Ja, igen, igen, igen. Megvan. Jó. Na, attól jobbra van nekünk egy olyanunk, hogy Gunarm Safe Switch, azt majd fölfelé állásba kell állítani, hogy működjön a gunod a levegőben. Megtörténk. Tehát ezt már mindig én itt a földön beszoktam kapcsolni, jó helytelen, de mindegy. Ez alatti panelen közvetlen, az a két rádiónak a panelja. Vannak ilyen tekerentyű, UHF, knob, izé, stb. Na, most nekünk, na, várjál, belezoomolok közben a videón. Nekünk arra van szükségünk, hogy ezek működjenek, amit az UHF mode switch-el, először ott közvetlen a landing gear alatt egy ilyen kis pici tekerő, tehát nem ez a... Megvan. Na, azt egyen jobbra állítod, és ezzel egy vonalba az alatta lévő panelen az UVHF mode switch 1, ezt is üzébe kapcsolod, egyen jobb állásba. Jó, ez egy kicsit hülyén fog hangzani, tehát ugye AR állásom volt, és így ha egyen jobbra akarom, akkor jobb klik, igaz? Így van, jobb klik. Oké. Okay. És az alatta lévőt is? És az alatta lévőt is, ami egy vonalban alatta okay. Van. Na most ettől még lejjebb egy vonallal van három kapcsoló, azok a fénykapcsolók. Ezek három állásúak, kikapcs, középső, tehát a dimmelt, meg Antikolázson, jaj, és okay. Akkor az első kettőt teljesen előre tolod. Oké. Okay. Nekem mind a hárman. Ennyi. Hát vagy akkor ennyi? A navlightot is, ennyi? És ennyi, és megy a gép, és készen vagyunk. Elméletileg semmi hibát nem jelez sehol, felszállásra készen vagyunk, ennyi. Ennyi a Mirázsnak az indítása. Igen? Még annyit hozzá lehetne tenni, hogy itt már érdemes, hogyha nézel a tolóerő kapcsolótól balra, van egy olyan kapcsoló, amin van egy ilyen befejezetlen A betű. Egy előre egy nyíl, vagy egy A betű, így van. Ja, itt ott a radar. Az a radar? Ez a radar power. Igen, power selector. Azt egyen jobbra kattintva, láthatod a TFT monitoron, ahol majd a célpontjaidat választasz ki, hogy egy P elkezd villogni. Ez azt jelenti, hogy izzít a radarod, mert ennek 5 perc kell körülbelül, amíg elérje az üzemi hőfokot. Igen, izzítok. Igen, és amikor majd beszeretnéd kapcsolni, akkor teljesen jobb klikkel elmész az EM, jól látom? Igen, EM. EM az emitting, aha. Igen, és akkor van bekapcsolva. Mert még ha felpakolnánk fegyverzettel a cuccokat, a gépeket, akkor beszélhetnénk itt a fegyverzet, meg a chatiszon. Így van, akkor válasszuk is ki azt. Mindenki tegye fel a, mindjárt mondom melyiket. Van olyan a loadoutok között, hogy Combatter Patrol, tehát cap. Meg tegyünk egy eclert is. Az van rajta, capbe van alapból, csak... Combat Air Patrol, így van, csak a flare-t tett föl 48 darabig.
És oké, okay, ennyi. Flair 48, Chef 112. Pontosan. És figyelj meg, Gabi. Figyelj, az 5% fuel lement, azt húzzam fel. De hogy is, hogy a francba. Mondjad, Gergő. A kérdés az, hogy Eckler podot nem ír, de van rajta olyankor is? Hát nálam van rajta a kombatőr patronon. Azt én nem tudom. Az Eckler ami... kevés alapból a dispenser a mirázsba, tehát kevés cseppet és flare tudsz adni, és ez plusz. Az a kis üzi, amit rá van szerelve ott a hátuljára. Így van, így van. Pluszban, ja, oké. Okay. Egy dispenser nekem pod. Nekem se írta az Eckler podot. Jó, most az érted rá. Igazából nem fognak ránk lőni, hogy most mindegy. Nem muszáj, most nem lő ránk senki. Jó, jó, nem azért, csak hogy tiszta legyen. Na, majd okay. Hogy szóljál, hogyha azt mondta neked Rich, hogy rearming complete, mert akkor mondok valamit. Oksi. Megmondta. Jó. Oké. Okay. Na, megvan nekem akkor? Rajtad van a rearming? Igen, igen. Jó, akkor ahol van a gear lever, landing gear lever, igen, igen. Ugye most hibát jelez, tehát írja, hogy panne, sárgán világít, és a jobb alul a hiba jelző táblán világít a conf. A conf az mindig azt jelzi, hogy a konfigurációd nem jó, mert a fly-by-wire-nek van két módja, van az air-to-air, meg az air-to-ground mód. Az air-to-air-be ugye sokkal vadabbul lehet húzkodni a bajszát neki, az air-to-ground-ba viszont megvéd téged attól, hogy leszakadjon az armament róla. Na ezt ott a landing gear-től égnek jobbra ilyen zöld ledek, az megvan? Igen. Az alatt van egy AA felirat, ez a fly-by-wire G-limiter switch, azt megvan. Lefelé állásba kell állítani, ez az air-to-ground, és már is eltűnt a hiba. Tehát a hibajelző táblán nem világít már a config, a pannét meg leokézod, és ennyi. És akkor, hogyha lefelé áll, akkor ugye nem akkor, kell leokézni, eltűnt a panné. Ja, eltűnt. Is. Jó, akkor air-to-ground, de majd ha a levegőbe egyszer csak elfogy az üzemanyag a tökből, akkor elkezd neked csipogni, hogy tiring, tiring, ilyen hülye hang lesz, és akkor kivillan, hogy conf, akkor visszakapcsolod air-to-airbe, és ledobod a tököt, és ennyi. Vagy megtartod, vagy amit akarsz, de az a lényeg, ha elfogyott az üzemanyag, akkor már nincs az a súly benne, ami leszakítaná a nagy G-nél. Értem, mondjuk ez biztos, hogy ezt újra kell majd néznem, hogyha ezt felvetted. Semmi baj, felveszem, ja, igen. Okay. Még ma fel fogunk szállni, vagy 20-szor, hidd el. Így van. Helyes. Na, a fegyver kezelőpanel az a heads down display-től balra található, az ott látod most, hogy meg 530, meg RP, az megvan? Igen, az alsó sorban. Az igen. Alsó sorban, így van. A fősők azok igen. Ilyen különböző módok, az most nekünk nem érdekes. Az a lényeg, hogy ha itt van egy Master Arm Switch, azt föl vagy lekapcsolod, ezek a módok megváltoznak. Erről majd külön beszélünk, hogy mi mire való, meg hogyan. A police az a, pol, az a policing, mert ugye ez ilyen elfogóvadász, tehát ez tudsz azonosítani vele a dolgokat, stb. Az app az approach, tehát amikor mész vissza egy reptérre. Na most ez nekünk nem fontos. Ja, és egyébként itt külön minden fegyverzetnek van fönt egy ilyen módkapcsolója, például a levegő föld fegyvereknek, hogy tasszal akarod dobni, tehát ilyen tehát radarmérés, meg mit tudom, ilyeneket lehet rajta állítgatni, ez most nekünk nem fontos. Kiválasztod az 530-ast, az a Super 530-et, a Fox 1-ed, és fölkapcsolod a fegyverzetet, tehát felállásba áll a rakéta. Vagy a rakéta? A rocker switch. Hát akkor rányomok alatta a gombra, igaz? Így van. Megjelent egy sebetű, vagy mi a tököm, egy ilyen dollárjel. Hol? Hát a gombon, amit megnyomtam. Kapcsolom, megjelenik egy ja, esbetű. Igen, igen, az, ja, nekem csak igen, egy sárga és akkor, valami. És a piros kütyűt meg fölfelé? Tényleg esbetű, azt meg fölfelé, igen. Én is most jöttem rá. Meg a pén. Három állású, vagy csak két állású? Két állású. Oké, okay, akkor fontos. Na, most a Fox 1-ed élesítve van, és felszállásra készen vagy, ha minden igaz, úgyhogy kigurulunk. A nose wheel steering buttonod megvan? Megvan, és be is van kapcsolva. Tehát kéken világ, ott a zöld ledek, ahol égtek, ott a fölött a kék. Igen, igen, villog, vagy mit csinál. Világít egy kék valami. Hát nekem ciklusos nem világít, igen. A kék, a dirav felirat? Tehát a Canon, ahol az ágyút, a gépágyút ármolod, ott mellett egy dirav feliratnak kéne kéken világítania most. Na várj egy kicsit, a gépágyút, ahol diszármolom. Ármolod, bocsánat, nem diszármolod. Az itt a... Gunarm, igen. Igen, a Gunarmtól jobbra van egy dirav felirat. Igen, egy megvan. Kéken világít, ez azt jelenti, hogy be van kapcsolva ezért. Igen, oké. Okay. Igen, megvan. Jó, hát akkor guruljunk ki. Menjetek, megyek utánatok, én közben telefonálni fogok, de figyelek, megyek veletek.
Jó, csak nekem állítanom kell a zoomomat. Gyönyörű ez a gép, gyerekek. Meg milyen jó hangja van. Jobb oldalt, a legszélén megjelenik egy ilyen számláló, ez a gázkar fordulatszáma, hogy... Nem, az az, hogy hány kilogramm tolóerőt csinál, vagy mit a kilogramm per négyzetcentiméter, vagy milliméter, vagy itt tudom én. Ja igen, de akkor végül is a gázkarral van ez a függésben, hogy tolom előre. A hajtóművel, hogy a hajtómű mekkora erőt fejt ki. Jobb legszélen a egy kis zöld szám, most nekem 0,40, 0,30. A kilogramm per MN, az nem tudom, hogy az MN. Ja? Ez a igen? Kilogramm per perc, az annyi kilogramm üzemanyagot fogyasztasz el a percenként. Ezt nem is tudtam, tök jó. Bocs Gergő, csak még annyira nem tudok rutinosan gurulni ezzel. Hova sorakozzak fel, itt a bal szélre, mondom, hogy... Jó helyen vagy ott. Vazzeg, ezt lesz screenshotolom, álljátok már fel rendesen, szépen ide mögénk. Te vagy Gábor itt jobb oldalon? Igen, igen, igen. Ja, jó. Én nyitogatom itt a fékjeimet. Jaj, de szép! Na jó, a vidit viszont már kilövöm szerintem. Ja, most úgyis összetörünk. Na, most nem fontos ehhez.